2020-21 a szakértők szerint is sokat emlegetett új normális világ kezdete. Megváltozott a gazdaság, a vásárlási szokások, a cégek élete, és ezért ebben a rövid kis Short Talk műsorban mai vendégem Máriás Zsigmond, a Loginet Kft. Ügyvezető igazgatója, személyemben Jagodics Rita kereskedelmi marketing szakértő vagyok, akik nem ismernek, és az új kis műsorunkban egy rövid beszélgetést hallhattok arról, rengeteg ötlettel és tippel, hogy valójában mit kell változtatni a marketingben és a kereskedelemben. Kezdjük is azzal, hiszen nektek is van egy kiváló kutatásotok, hogy mi változik a vásárlói szokásokban. Meg fognak változni ugye a magán személy döntési preferenciái, és megváltoznak a cégek döntési preferenciái is. Ti mit láttatok a piacon? Azt láttuk, hogy az idei évben rengeteget haladt előre a digitális kereskedelem. Mi ugye elsősorban webáruház fejlesztésekkel foglalkozunk, így aztán olyan cégekkel találkozunk, akik ilyen csatornák kialakítását vagy továbbfejlesztését tervezik, és abból a tényből, hogy az idei évben nagyon nagyot növekedett a digitális kereskedelem, illetve sok esetben mint egyedüli opció, egyedüli csatorna maradt meg a cégek számára, ezért aztán természetesen minden cég, aki még nem rendelkezett ilyen csatornával, az septiben elindította, majd most gondolkodik azon, hogy hogyan tud tovább lépni, illetve azok a cégek, akik pedig már végezték ezt a tevékenységet, kereskedtek az digitális csatornákon, webshopjuk volt, azok pedig azon gondolkodtak, hogy hogyan tudják ezt flottabbul, jobban csinálni. Ennek az egésznek az alapja, ahogy mondtam, az az idei évnek az erős bővülése, ugye ez a Covid-nak egy ilyen speciális erőre nem látható hatása volt, hogy az évben összességében több mint 30%-kal növekedett a digitális csatornának az értékesítési volumene Magyarországon, illetve a nemzetközi összehasonlításokban, nemzetközi viszonylatokban is nagyon nagy növekedésről lehet beszámolni. És ez például ugye a tavalyi évben ez 15% volt, idén 30, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy sőt több mint 30, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy több mint két évet léptünk előre egy év alatt a digitális kereskedelemben úgy nagy egészében, illetve bizonyos területeken pedig még ennél is többet, mert ez a 30% ez nem csak úgy jön össze, hogy általában véve minden 30%-ot nőtt, hanem bizonyos területek, például a mobilos kereskedelem, a mobilon történő eladás az ennél jelentősen jobban növekedett, tehát hogy ott lehet, hogy nem is két évet léptünk előre, hanem hármat vagy négyet, vagy még többet. Igen, fantasztikus volt a változás, a mi kutatásunkból is kijött, hogy az emberek 80%-a nem szeretne teljes mértékben visszatérni az offline vásárlásra, tehát ezzel a következő időszakban is számolhatnak a cégek. Nem csak a félelem miatt, hanem egyszerűen rájöttek arra, hogy ez nem is olyan nehéz, illetve kényelmes. Úgyhogy mi ezt láttuk a lakossági változásnál, illetve amit látok, hogy a hitelesség, tehát hogy minden válság, talán mint a 2008-as válság, ez is egyfajta ilyen kis válság, amit most megélünk, és ilyenkor eléggé bizalmatlanok az emberek. Ugye nincsenek biztos pontok az életünkben, hogy most akkor mi lesz, majd újba zárnak, hogy jönnek a vakcinák, mi lesz, és ez kijön a vásárlási szokásokban is. Tehát a cégeknek ehhez alkalmazkodniuk kell, hogy megerősítsék a hitelesség pontokat véleményekkel, referenciákkal, de erről majd még úgyis fogunk beszélni. Úgyhogy én át is térnék arra, hogy változtak a vásárlói szokások. Na de mit kell változtatni ehhez a cégeknek? Te ezt hogy látod a te kereskedelmi területeden? Ugye minden cégnél más és más természetesen attól függően, hogy hol áll jelenleg, tehát más kihívásokkal küzd az Amazon és más kihívásokkal küzd egy olyan cég, amelyiknek még nincs ilyen csatornája. Az biztos, hogy most már kötelezővé vált a digitális csatorna, tehát ugye legpraktikusabban webshopot szoktunk emlegetni, de azért én azt gondolom, hogy azok, akik szolgáltatásokat értékesítenek, vagy bármilyen típusú szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleiknek, azoknak is érdemes a digitalizációban gondolkodni. Tehát az én felfogásomban nem csak az a webshop, ahol megveszek egy dobozt, és azt a dobozt azt kiszállítják, kifizetem, az egy elektronikus kereskedelem, hanem az is elektronikus kereskedelembe valamennyire beletartozik, amikor valaki valamit megrendel, egy tranzakció online végigmegy egy jelentős részben. Így aztán
mindenkinek azt gondolom, hogy kötelező, de ezen belül a kereskedő cégeknek különösen, hiszen gyakorlatilag azért itt voltak ilyen boltbezárások, vannak különböző korlátozások, fizikailag akár a bizalom, amit te mondtál, hogy, vagy a félelem, hogy az emberek nem mernek menni, és kipróbálnak új csatornákat, tehát ez abszolút megjelenik. Nyilván akinek nem volt annak úgymond kötelező elindítania, ezen nagyon sokan túl is vannak, az első csalódásokon is egyébként túl vannak, értve ez alatt azt, hogy én sok olyan céget ismerek, aki nosza gyorsan csináljunk valamit, és akkor azért szembesültek azzal, hogy ezt esetleg egy ilyen informatikai kihívásnak gondolják, hogy kell egy webshop, és akkor dől a pénz, vagy akkor utána megmentettük a cégnek a tevékenységét, de gyakorlatilag ez megfelelő operáció, logisztika, stb. Marketing és jól szervezett folyamatok nélkül nem megy. És akkor ehhez kapcsolódik az is, hogy gyakorlatilag akiknek már van, azoknak ezeknek a folyamataikat kell javítaniuk, tehát hogy minél kevesebb legyen a panasz, minél jobban kiszolgálják az ügyfeleket, akár ugye itt említettem már az előbb is az ilyen mobil eszközöknek a terjedését, máig jellemző az, hogy a mobilos élmény egy csomó webáruházban az nem az igazi, úgyhogy ilyen szempontból látom, hogy ebben kell tovább lépniük, alkalmazásokat indítani, a UX-et fejleszteni, ilyesmik. Igen, és igazából meg is lepődtem azon, most éppen egy partnerrel beszélgettem, aki nem látta a saját webshopjában a hibát. Tehát ugye azért, ahogy erre utaltál, vannak olyan kiváló webshopok, olyan platformok, ami gyakorlatilag divatot diktál, vagy ad egy tendenciát, hogy milyen egy jó webáruház, mikkel kell felszerelni. Tehát gyakorlatilag azt kellene megnézni, és nem kompromisszumot kötni, vagy kitalálni belőle valami új dolgot. De visszatérve még az online marketingre, tehát hogy a cégeknek a mi szemszögünkből, online marketingben mit kellene változtatni. Én azt látom, hogy jön az üzleti modellváltás. Nagyon sok cégben vettem részt, ahol komoly kihívás volt. Most itt nem csak a vendéglátásban, a házhoz szállításra gondolok, hanem például olyan szolgáltatásokat kellett elkezdeniük, hogy mondjuk online ügyfélszolgálat, ami eddig mondjuk telefonon volt, most az ügyfélszolgálatos fölveszi a terméket, megmutatja, megforgatja ugye az online platformokon keresztül. Új termékeket hoztak elő, online tréningeket bekezdtek ugye a cégek. Tehát, hogy itt, aki gyorsan tudott váltani az elmúlt időszakban, és ez 21-ben se fog szerintem befejeződni. Nekem például nagyon tetszett, most a napokban néztem, hogy a Csányi Sándornak voltam egy nagyon jó előadásán az idei év elején, és most már online is lehet vásárolni jegyet, és online kivetítve a tévére ugye részt lehet venni az előadáson, szóval a rugalmasság, amit látok. És a másik, amiben biztatom a nézőket, meg az ügyfeleimet is, hogy gondolkodjunk stratégiai együttműködésekben. Például nekem nagyon tetszett, hogy a Lego és az Adidas hogy állt össze. Nem tudom, hogy láttad, de vannak olyan Adidas cipők, amik ilyen színesek, tehát úgy néznek ki, mint a Lego darabok, és gyakorlatilag a közös reklámozásával sokkal nagyobb erőt tudnak kifejteni a piacon. Szóval egy ilyen időszakban szerintem nagyon-nagyon nehéz egyedül. És amit mondtál, még arra egy utolsó gondolat, hogy változtatni az online területen, az elkereskedelem területén is. Ezt is meglepve láttam, hogy az IKEA 70 év után megszüntette az offline katalógusát. Tehát azt mondta, hogy eljött ez az időszak, hogy ez szép volt, jó volt, és akkor elindul az online katalógusok, az online információk felé. Szóval itt olyan döntéseket hoznak meg cégek ebben az időszakban és a következő időszakra, amire talán nem túlzás mondani, hogy 10 év alatt nem került rá sor, de most kényszerűen meg kell tenni. Igen, hát kitekintve gyakorlatilag az IKEA-s példa is kiválóan mutatja, de egyébként akár a mindennapi munkában is. És azt gondolom, hogy összességében a digitalizációhoz, a digitális, akár a kereskedelem, de akár általában a digitális eszközök használata a mindennapokban, az biztos, hogy nem csak egy-két évet lépett előre, mint ahogy most mondtuk, hogy a 15% helyett 30, akkor az pont 2 évnek felel meg. Azt gondolom, hogy mindsetben egyébként. És valójában tulajdonképpen ez hat arra vissza, hogy az emberek felfogása, hozzáállása az meg nagyon sokat lépett előre. Ebből következően nem kell attól tartani, hogy jó, most a Covid miatt volt egy jobb évünk, de majd jövőre megy a visszaesés ezeken a csatornákon. Én azt gondolom, hogy ez tartós lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag nyilván ez lesz az új bázis egyrészt, másrészt meg gyorsabban fog növekedni pont az embereknek a hozzáállása és a
digitális szokásaiknak a nagy ütemű fejlődése. Ugye azt is például érdemes tudni, hogy egy csomó olyan korosztályok, egy csomó ember olyan korosztályokból, akik korábban nem vásároltak digitális kereskedelmi csatornákon, azok most elkezdtek online, tehát ez, amit te is említettél. Megtanították a gyerekeknek, hogy kell rendelni. Így van, és most már ők is ezt használják, és ők nem fogják azt mondani, hogy na, jaj, de jó, akkor most már lehet boltba menni, akkor most már megyek boltba. Élményként megmarad, de a szükséges dolgokat, amiket otthonról lehet rendelni. Igen. De ez az idegenkedés, hogy ki se próbálom online, mert az nem, az azt gondolom, hogy elmúlt, és majd racionális döntéseket fognak, vagy részben racionális döntéseket az emberek ezen a területen, és megmaradnak ezek a vevők alapvetően az online csatornákon is, ez biztos. Abszolút, jönnek folyamatosan a kérdések, hogy jó, de most mindenki áttért az online-ra, hogy lehet kiemelkedni. Úgyhogy a kérdés a webáruházhoz, nálam meg az online marketingnél, hogy lehet ebből a nagyon sűrű éterből majd kiemelkedni, hiszen mindenki próbál ott kereskedni és ott kommunikálni. Egy webáruházat, csak tényleg egy-két példát nagyon röviden, mivel kell ahhoz felszerelni, hogy valaki azt mondja, hogy oké, ez egy jó cég, ez egy jó webáruház, ezentúl innen rendelek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon flott folyamat az elejétől a végéig, tehát hogy amire azt mondjuk, hogy azt X időn belül tudjuk szállítani, amit megígérünk, azt tartsuk is be. Nyilván ebben úgymond nincsen újdonság, de ez a bizalom szerintem nagyon fontossá vált, hiszen lényegében az ilyen elektronikus kereskedelemben, webshopról rendelésben mindig ez a kérdés, hogy jó, de mikor jön meg, jó, azt mondják, hogy van, de tényleg van-e, stb. Azért sok olyan bolt van, ami nem tudja betartani azt, amit ígér, és egyébként azok, akik ki tudnak emelkedni, azok azzal emelkednek ki, hogy ezt a szolgáltatást, amit megígérnek, azt tudják is tartani, és ezért aztán szívesen vásárolok újra és újra tőlük. Tehát ez mindenképpen egy nagyon, nagyon fontos dolog, ez alapvetően egy ilyen operációs dolog, amit nagyon sok esetben jól kitalált folyamatok, jól integrált rendszerek vezetnek el ide, tehát ez szerintem egy nagyon fontos dolog. A felhasználói élmény az egy fontos dolog. Ugye ennek van egy ilyen higiéniás szintje, hogy így rendben legyen, hogy lehessen nagyjából kényelmes, vagy képesek legyenek az ügyfeleim vásárolni, de azért ebben is vannak szintek, és egyébként a legjobb az, hogyha nem úgy tekintünk erre, hogy egyszer jól megcsinálom, és aztán utána majd 5 év múlva megint jól megcsinálom, hanem gyakorlatilag ez a mindennapos gondolkodásban legyen benne, hogy olyan, ezt mindig javítani próbáljuk. Szerintem fontosak a mobil alkalmazások, az egyértelmű, hogy az, akinek van egy mobil alkalmazás, és azt meg tudja indokolni a felhasználóinak, hogy miért töltse le, sok esetben csak egyszerűen az, hogy azért, mert az alkalmazás jobb lesz, ezt a felhasználók önmagában megértik, utána azzal jobban magukhoz tudják kötni a felhasználókat. Én tudnék mondani egy pár márkát, akinek fönn van az alkalmazása a telefonomnak, és gyakorlatilag, hogyha az ő termékörükből akarok vásárolni, akkor eszembe se jut máshoz menni, ez ugye egy nagyon nagy érték, illetve jó minőségű termékadatbázis, ajánlók, stb. Jól feltöltött termékadatok, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, tehát a tartalom az egy lényeges kérdés, és főleg, hogy ezeket szisztematikusan kell csinálni, tehát hogy itt ilyen taktikai húzások, amivel holnap az első helyre kerülünk a Google-be, a keresőszóra ilyenek nincsenek, vagy amitől holnap lesz 1 millió vásárlónk, olyanok vannak, hogy csináljuk szisztematikusan, és akkor 5 év alatt oda fogunk érni. De cserébe a jó hír az, hogy onnan nem lesz könnyű minket elmozdítani, én azt gondolom. Abszolút egyetértek, és tényleg csak egy példát, mert itt lehet mondani márkaneveket is, hiszen ez egy olyan műsor. Igen. Nekem például most így a pandémia idején a kedvencem a Kifli lett, tehát azóta egyáltalán nem még sohas a vásárolni, és képzeld el, hogy minden egyes alkalommal betesznek a táskámba egy kis ajándékot, és ez annyira jó érzés, ilyen kis apróság, gyakorlatilag nem egy pluszköltség, és azt gondolom egyébként lehet, hogy még a gyártók ezért fizetnek is, hogy betehetik a táskába ezt az ajándékot. Vagy például be tudom rögzíteni, hogy mennyi borravalót szeretnék adni a futárnak. Utána jön ez az automatizmus, amiről beszélt, hogy mennyire vagyok boldog attól, hogy a futár nekem behozta a táskákat. Szóval tényleg zseniális rendszereket építetek ti is, és lehet látni ilyeneket.
Én amit mindenkinek most javasoltam, függetlenül, hogy webáruháza van vagy nincs, hogy próbáljunk meg minél egyedibb termékeket forgalmazni. Tudom, hogy ez iszonyú nehéz, hiszen ma már termék-termék között alig van különbség. De alapvetően, ha valami nem különbözik a másiktól, ez legyen egy szolgáltatás vagy egy termék, abba is különbözhet, akkor egyszerűen nagyon sok marketing költség az, ahogy te is mondod, hogy nincsenek trükkök, hogy neki most hogyan indul be. De ha van valami különlegesség, például nagyon tetszik a pelenka.hu oldal, most tényleg csak kiemelve a sok-sok oldalban, amit csak a kisbabáknak, csak az anyukáknak. Nekem ez az egyik veszőparipám, ami segít a következő időszakban. És a másik az a tartalommarketing. Tehát, hogy nem hiszek abba, hogy azt mondjuk, hogy itt van egy párna 10 forinttal, 10%-kal, 20%-kal olcsóbb, és majd arra sorba állnak a vevők, és meg fogják vásárolni, hanem én azt mondom, hogy a jó marketing az nem csak vevőt hoz, hanem árrést emel. Tehát, hogy olyan tartalmakat kell adni, ami segíti azt, hogy az emberek megoldásokhoz jussanak. Tehát ne termékhez, mert senki nem terméket akar venni, hanem valami megoldás. Tehát az, hogy segítsük, ott a Google tényleg most már egy csettintésre mindenkinek a mobiltelefonján, mindenre rákeresnek, nem minden probléma megoldására, hogy kell inget hajtogatni, hogyan mossam a párnahúzatot, és sorolhatnám. Itt a kérdés, hogy ezt a webáruházat, vagy akár az oldalamat megtalálják egy szakértő tartalommal, meg hát ugye itt a videók, ami szerintem kiemelt. Igen. Gondolom, hogy a webáruházakban is. Igen, azon az ágon is, hogy a termékekről videó, illetve az már sokkal inkább marketing kommunikációs tevékenység, de egyértelműen azt látjuk, hogy YouTube csatorna, ott tartalmak, és akkor a tartalmak azok átvezetnek az adott márkának a shopjába, stb. Ezek nagyon erősek. De a webáruházaknál is, nem? Tehát ott is látom, annyira tetszik, amikor ott vannak alatta a képek, ki lehet nagyítani, megforgatni. Szóval... Igen. És azt akartam is mondani egyébként, hogy ez a hogyan lesz jó, meg mire figyeljünk. Valójában szerintem az egy fontos kérdés, hogyha a webáruházunk az működik úgy, hogy mondunk olyanokat, hogy ezt vagy azt a lépést, na majd azt majd fölhívja, majd bejön a boltba, megnézi, majd nem tudom. Tehát, hogy ezeket kell megtalálni, hogy mi van helyette, és sok esetben egyébként a videó az egy nagyon jó alternatíva, hogy hát nem tud most bejönni a boltba, akkor csináljunk róla egy videót például. És ez a minden, ami közelebb hozza a felhasználóhoz a terméket, meg ő jobban el tudja kezdeni a problémáira, jobban digitálisan választ tudunk adni. És egyébként sok esetben nem szoftverfejlesztési kérdés, hanem egy jól megtalált helye egyébként egy képnek, egy videónak, egy szövegnek, egy cikknek, stb. Mi lesz a jövő? Hogy fog kinézni egy webáruház? Ezt kérdezem azért is, mert azt látom, hogy olyan fejlett technológiával rendelkezünk ma már, hogy gyakorlatilag akár egy fiatal, vagy akár külföldről bárki órák alatt létrehozhat egy webáruházat. Miközben itt van egy régi magyar kereskedő, vagy egy régi magyar gyártócég, akinek már évek óta ott van a webshopja, vagy ott a kereskedelmi hálózata, és gyakorlatilag reggel fel kell avval találkozik, hogy olcsóbb árakat talál más weblapján. Hogy lehet ebből kitűnni, vagy mit hoz a jövő, hogy fog ez változni? Ez még erősödik szerinted? Én egyetem azt gondolom, hogy egyre több és több webáruház fog nyílni, a kereskedelem az abszolút globális, tehát fogunk versenyezni azt gondolom a külföldi kínálattal, és akkor ennek az a szerencsés másik oldala van, hogy egyre könnyebben és könnyebben fogunk tudni mi is kereskedni a külföld felé. És hát az egy fontos dolog, hogy nyilván ezért is tenni kell, ennek vannak megint csak persze ilyen képességbeli, akár szoftveres részei, hogy hogyan lesz a webáruházunk képes bizonyos dolgokra, de sokkal inkább fontos az, hogy ebben stratégiában gondolkodjunk, és mi is fölvegyük a kesztyűt, és ezt opciónak gondoljuk, hogy megyünk a külföldi piacokra. És a jó hír az, hogy minden lehetőséget, tehát ugyanúgy nekünk is megvan ez a lehetőségünk, mint ahogy másoknak külföldről. Hát, hogy csatlakozzak a jó hírethez, az idejében több céget is elindítottunk külföld felé, uh-huh. Új márkákkal,
és nem tudom, hogy tudják-e a nézők, de Magyarországot egyébként is nagyon sokan használják tesztpiacnak, mert azt mondják, hogy annyira szkeptikusok vagyunk, pici ország, árérzékeny ország, hogy ami itt működik, az külföldön is, de fordítva ez nem igaz. És erre az idei év is rájátszott, és tényleg tapasztaltuk ezeket. Több márkát indítottunk el külföldre, vagy disztribútorral, vagy online. Az első, tehát egy disztribútor segítsége az mindig jól jön, viszont itt a lehetőség tényleg a globális kereskedelemmel, hogy ki lehet lépni több országba is, akár egy jó szolgáltatással, vagy akár egy jó márkával. Virágoznak a franchise rendszerek, dropshipping, fulfillment, egy gyakorlatilag annyi szolgáltatás öveződik így a webshopok környékére, hogy szerintem tényleg, ahogy mondod, itt van a lehetőség. Ezekben most nem fogunk belemenni, de majd egy következő adásban mindenképpen a logisztikáról is fogunk beszélni. És egy anyagot is elhelyezünk majd a közösségi oldalunkon, ahhoz összeszedjük, hogy gyakorlatilag a következő időszakban milyen területeken érdemes változtatni egy elkereskedelmi rendszernek, vagy akár egy cégnek, aki szeretne erősíteni az online területen. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy megnéztétek, használjátok ezeket az ötleteket, töltsétek le majd a dokumentumot, amiben szintén felsorolva, de részletesen is itt lesznek a teendők, és neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.